Sziasztok! Egy nagyon komoly témát hoztam ma nektek, mégpedig azt, hogy a WHO az aszpartámot, ami egy édesítőszer, nagyon fontos, hogy egy mesterséges édesítőszer, azt rákkeltő hatásúnak minősíti majd a tervek szerint, tehát úgy néz ki, hogy ezt a döntést hozta, hogy ezt majd hivatalosan ezt fogják közölni. És egy érdekes dolog, hogy még csak, hogy itt ebbe, hogy ez egy ilyen fázis, ez egy borzasztóan érdekes dolog, de majd mindjárt beszélek erről, hogy mi ezzel a probléma. Tehát a lényeg az, hogy az aszpartám, ami már ilyen évtizedek óta húzódik össze-vissza, hol egészségre nem károsnak minősítik, hol károsnak minősítik, hol ez, hol az, hol amaz, illetve igazából így még nem minősítették soha károsnak, hogy csak volt róla szó akkoriban is, hogy lehetséges, hogy káros, stb. És aztán állítólag a cég az kibuliszta, aki a szabadalom, vagy tehát ezeket tehát hogy aszpartámot szolgáltat élelmiszergyártáshoz, kibuliszta, hogy már pedig ez akkor mégse legyen káros, és akkor tehát sokféle legenda kering az egész körül. Egy biztos, hogy egyet meg kell értenetek, ez soha nem arról szól, hogy káros-e az egészségre, vagy nem. Ez gazdasági, pénzügyi és politikai lobby. Aki ezt megérti, az innentől kezdve egy kicsit jobban átlátja ezeknek a dolgoknak a működését, és akkor a hisztit el fogja engedni, meg ezt a pánikot. De rögtön kezdeném is azzal, amitől a legjobban tartok. Nagyon sok embert ismerek, aki közli, hogy ő azért eszik cukrot, meg cukrosat, és azért nem érdekli, mert az édesítő szereknek rákkeltő hatása van, és attól meg lehet dögleni, és akkor inkább a cukor, és akkor kész. Na most ettől hülyét akarok kapni, srácok, ettől hülyét kapok. A cukornál nagyobb méreg nincs. Gyerekek, iszonyatosan durva méreg a cukor, ezt fel kell fogni, de erről majd a végén beszélek, csak azért hoztam előre egy mondat erejéig, mert ez a legfontosabb az egész sztoriban, hogy azért akarom felhívni a szemeteket, hogy nehogy az legyen, hogy most majd ez így, mert már most világgá kürtölték, még nincs is erről semmi, tehát hivatos ez még nem történt meg, de már most világgá kürtölték, hogy már pedig ez így lesz, és kész. És már most látom, hogy nagyon sokan a cukorhoz fognak megint fordulni, mondván, hogy az természetes, és akkor az tök jó, meg annak semmi káros hatása, vagy jó, lehet, hogy van egy kis káros hatása, de mégse halunk bele, mégse leszünk rákosak, meg stb. Az édesítő szerektől meg igen. Na, először is, akkor kezdjük az elején. Van mesterséges, és van természetes édesítőszer. A természetes édesítőszertől nyilván van semmi bajod, nem lesz, ezt hagyjuk is. Tehát ezt kell is ragozni. Mesterségesek, ez gyerekek, kurva régóta kering, gyakorlatilag mióta ezeket felfedezték, általában ezeket úgy fedezik fel, hogy valami mást akarnak létrehozni, tehát mit tudom én, volt olyan, azt hiszem az aszpartán pont az, amit nem is tudom, hogy valami, de valami ilyen ipari, nem tudom már pontosan, valami fertőtlenítőszer, vagy valami ilyesminek a kísérletezése közben, tehát értitek, tehát valami olyannak a kísérletezése közben, ami nagyon szarul hangzik az átlagember számára. Mert az átlagember annyira hülye, hogy nem fogja azt föl, meg nem ért hozzá, annyira buta, pedig kémiát ő is tanult, hogy egy picit változtatsz valamin, és az már rögtön iható, ehető és ártalmatlan az egészségre. Egy picit visszaváltoztatod, vagy megint változtatsz egy picit, akkor meg a legsúlyosabb méreg az ember számára, meg az élő, akármilyen számára. Ha egy picit változtatsz, akkor csak a bogor... Ja, azt hiszem pont, na, megvan, rovarítószert akartak. Na, erről eszembe jutott. Egy picit változtatsz rajta, akkor a rovaroknak káros lesz, neked, te meg is ijatod, ijasz bele akármelyet, akkor se lesz semmi bajod, stb. A kémia így működik. Tehát ezt az ökörséget már megint, tehát az átlagember butasága, hogy mert rovarítószert akartok, és úgy találták, tehát ilyen melléktermék volt, vagy valami ilyesmi a kutatás során, és így jöttek rá, hogy ez tök jó édesítőszer, és akkor mi van? És amikor megiszod a halál természetes rovarpetét, amivel színezik a málna, meg az eperüdítőket, ami egy szemmálnát, meg egy szemepret büdös életében nem látott, az az üdítő, és megiszod a rovarpetét,
amire csak itt szeretném jelezni, hogy én annyira allergiás vagyok, hogy rosszul vagyok tőle. Tehát konkrétan annyira rosszul vagyok, hogy ma már, tehát régebben még azért többet megtudtam mindből, de ma már annyira rosszul vagyok tőle, hogy megiszok egy ilyen kis poára, mondjuk egy szörpöt, egy mána szörpöt, vagy ilyesmi, és végén van tőle, amiben ez a rovarpete benne van. És tök érdekes, hogy ugye, ez ugye természetes, és elvileg nem lehetne tőle semmi bajom. Hát van. Van, mert igenis allergiás vagyok rá, vagy a fene tudja, nem tudom, de fulladok, és minden bajom van tőle, iszonyatosan rosszul vagyok tőle. Ennyire érdekes ez az egész történet. No, aszpartámra visszatérve. Magyarországon ugye aszpartámos kólát lehet kapni, tehát az összes létező kóla elvileg aszpartámmal van ízesítve, ami nem cukros. Tehát ugye a nagyobb kólagyártók is aszpartámmal édesítik a kólát. Az USA-ban már másképp van, ott már stíviás kólát lehet kapni, valószínűleg jóval drágább egyébként, mert a stívia az egy drága édesítő, jóval drágább, mint az aszpartám, mert ugye a stívia azt tegyük hozzá, hogy az ugye természetes édesítőszer, és elvileg semmiféle mellékhatása nincsen, úgyhogy az jóval drágább is emiatt, és az ezzel gyártott kóla is nyilvánvalóan jóval drágább, mint az aszpartámos kóla, és nyilván Magyarországra egyébként a kólában is a legrosszabb minőségűt rendelik, úgyhogy te pont annyi pénzért, mint az Amerikában megveszi a jó minőségű kólát, te a fosszar minőségű kólát veszed meg, pont ugyanannyi pénzért, és ez a legrosszabb minőség gyakorlatilag, mert semmi aroma nincs benne, már kóla is nincs benne, citromsavat lehet érezni, meg nyilván ha zérót veszel, vagy maxot veszel, akkor az aszpartámot, és kész. Tehát igazából ez történik. Magyarországon évtizedek óta, tehát mióta létezik zéró, meg max, meg ezek a meg light kóla, te az aszpartámosat iszod. No, akkor most légy oly kedves, és mondd meg nekem, hogy hány olyan esetről hallottál, mert ugye az egy gyereke? Tehát ha valami már nem tudom mennyi, 30 éve van itt, van ilyen, max meg zero, mennyi éve van? Illetve light az jóval hamarább volt, light az jóval, hogy 10 éve biztos hamarább volt. De 30 éve már biztosan van, szerintem. Mert hiszen én már gyerekkoromban is szerintem ittam lightot biztos. Sőt, már a régi Pepsi üvegben is szerintem volt lightos, oké, okay, mindegy, mondjuk 30 éve, de legyen csak 25. Szerintetek, ha ennek lenne bármiféle valóság tartalma, hogy konkrétan ettől lettek rákbetegek, vagy akármilyen beteg emberek, ez nem pattant volna már ki? Az ég szerelmére. Akkor gondolkodjatok el egy picikét ezen, és akkor gondolkodjatok már el azon, nézzetek már utána valós statisztikáknak, mert ezek valósak, nem statisztikai adatok, amiket valami statisztikai cég gyártott, hanem a kórházaknak a valós statisztikái, hogy évente hány cukorbeteg van. Nézzetek már utána, ott van az internet, a seggetekkel is utána tudtak nézni, ne vicceljetek már. Nézzetek utána, hány cukorbeteg van évente, csak Magyarországon, de nemzetközi szinten nézzetek utána, mert az aszpartám az nemzetközi szinten van, ugyebár ha már össze akarjuk hasonlítani, akkor hasonlítsuk már össze a cukorral nemzetközi szinten. Hány ember hal bele a cukorbetegségbe közvetlenül, illetve a szövődményeibe? Agyi katasztrófa, stb. Hány ember vakul meg? Hány embernek rontja az életminőségét le? Hány embernek kell levágni a lábát? Nézzetek már utána, könyörgöm. És akkor kezdjétek már elgondolkodni ezen az egész dolgon. Ugye, mi az, hogy WHO, mi az, hogy hát mi majd ezt rákkeltőnek fogjuk minősíteni, mondja a WHO. Mi az, hogy fogjuk minősíteni? Basszátok meg, vagy akkor döntsetek róla, hogy rákkeltőnek minősítjük, és akkor minősítsétek hivatalosan rákkeltőnek, jelentsétek ki, vegyétek fel az összes létező mindenbe, hogy ez már pedig rákkeltő, vagy pedig mi az, hogy hát majd annak fogjuk minősíteni, és aztán mi várjuk a kenőpénzt? Mert ez történik. Még egyszer mondom, politikai, gazdasági, pénzügyi kérdés, és egyáltalán nem egészségügyi kérdés ez valójában. Az az ember, az buta és iszonyatosan naív, aki azt gondolja, hogy akár környezetvédelmi kérdésekben, vagy bármiféle egészségedet érintő kérdésedben valóban egészségügyi egészségügy kereteim, tehát az a célja annak a döntésnek, amiket hoznak, hogy a te egészséged, tehát te érted vannak, nem te érted vannak, az ég álljon meg. Ezek nem te érted vannak, a WHO se.
ezek nem te érted vannak. Ezek mind-mind a pénzek lenyúlásról szólnak. Arról szól, hogy melyik lobby erősebb. A céges lobby erősebbe, jó nagy pénzzel megkenni a politikusokat, a WHO szakértőket, stb. Tudósokat, akár. Tudunk ilyen esetekről is, ugye? Aki kicsit úgy él, gyerekek, hogy szétnéz a világban, meg tud bizonyos dolgokról, az nem fog úgy élni, mint egy óvodás gyerek, aki senkiről nem semmiről nem tud semmit, de zabálja a cukrot azért, mert neki azt mondták, hogy az aszpartám az rákkeltő. Értitek? Tehát ettől hülyét akarok kapni, hogy ezt művelik az emberekkel, másrészt meg hülyét akarok attól kapni, hogy lehet az emberekkel ezt művelni. No, kólaholista vagyok. Ezt már egyébként elmondtam sok videóban is. Ez kicsit viccesen hangzik, de imádom a kólát. Tehát igazából nem tudok nagyon sokáig meglenni nélküle. Le tudom tenni, nyilvánvalóan. Tehát én nem vagyok egyébként semminek ilyen szenvedélybetege. Tehát mindent le tudok tenni. De aztán valamikor azért csak erő kell vennem, és akkor megint jól esik, hogyha iszok mondjuk kaja után egy kis kólát, vagy ilyesmi. De Isten igazából évtizeden ment rá arra, hogy gyakorlatilag vízért is kólát ittam. Cukrosat ugye addig, amíg az a fos időszakon volt, amíg nem diétáztam, de onnantól kezdve, meg egyébként is, tehát én már előtte is azért ittam, tehát ugye még max nem is volt, már akkor is zérót ittam, meg lightot ittam. Tehát én nekem nem volt bajom az ízével, sokan nem szerették ezeknek az ízét, azért ittak cukrosat, de nem csináltam abból problémát, ha éppen cukros kóla volt, csak akkor azt vettem, meg azt ittam, meg a vendégségbe azt adtak, akkor megittam. Hát ilyen már nagyon-nagyon régóta nincs az életemben, tehát 15 éve már biztos. Tehát azóta 15-20 éve biztos, hogy a lájtosokat iszom. Mondjuk csak legyen csak 15 év nettóban. 15 éve iszok aszpártámot. És ebből igencsak tudom azt mondani, hogy 7-8 év úgy telt el, hogy víz helyett ittam a kólát. Konkrétan víz helyett. Tudom, hogy kurva egészségtelen, most ne ebbe menjünk bele. De nem azért egészségtelen, mert aszpartám, hanem eleve egészségtelen. A bóvó. Értitek? Tehát ne az aszpartámról nyomjuk rá ezt a pecsétet. Mert eleve koffein. Tehát, és nekem árt a koffein amúgy is, mert magas a vérnyomásom, igaz, kezelve van, de ettől függetlenül nem kéne koffeint innom, meg nyomnom magam, mert ettől függetlenül egy pici kávét megiszok, stb. Kapucsinoként, stb. Tehát ez a kezé megvannak. De egyébként meg nekem a vízhajtás az jó. Tehát egyébként ugye a koffein vízhajtó, az meg egyébként jó, mert azért egy ilyen embernek jó. És akkor a lényeg nem ez. A lényeg az, hogy én is tapasztaltam rossz hatásait a kólának, de az összes leírható a koffein rossz hatásaként. Comprende? Tetszik érteni? Tehát amik tünetek jöttek, azok mind a koffeinre illettek rá. Chipset? Fú, 1000 éve nem eszek, legalább 20 éve nem eszek chipset szerintem. Tehát gyerekkoromban tényleg zabáltam a chipset, akkor hát amikor hozzáfértünk azért, nem volt minden nap, akkor sem volt egy olcsó mulatság azért a chips, viszonylagosan, és azért nem volt minden nap chips, de amikor hozzáfértem, akkor zabáltam. Ott is mi történt? Az, hogy rengeteg szénhidrátot bevittem, a krumpli, az okozta a problémát. Semmiféle egyéb problémát, idegi hatásokat, meg ilyeneket, amiket az aszpartamra ráfogtak, semmi ilyesmit nem tapasztaltam. Mondom, a kólánál is, mind leírható volt a koffeinnek, tehát mind a koffein számára írható volt. Innentől kezdve számlájára nem lehet azt mondani, hogy az aszpartám okozta. Tetszik érteni? Rákos betegségek. Ha valaki rákban hal meg, a jó Isten nem tudja megmondani, mondom ezt ateistaként, hogy az mi a tököm okozta. Megmondom nektek, hogy miért. Ha városon élsz, már biztos, hogy okozhatja a levegő is. Onnantól kezdve felfogod ezt? Tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk, de nem csak városon, tök mindegy, vidéken is szar már a levegő, mindenhol szar a levegő. Tehát akár a levegő is okozhatja. Egy, kettő, mindig minden ember rákos, minden pillanatban rákos vagy, te is. Rákosak vagyunk mindannyian, mindig. Csak a szervezetünk egy megfelelő jól működő, tehát a rákos sejtek mindig képződnek az emberben, ezt kellene felfogni végre, ezt is sokan nem fogják fel. De az immunrendszerünk egy jó, kiegyensúlyozott, fasza immunrendszer, az ezeket szépen annak rendje és módja szerint pusztítgatja és elfelé. Akkor leszel rákos, rákbeteg, akkor leszel, hogyha az immunrendszered valamiért csorbát szenved bizonyos területen, és azon a területen ezek a rákos sejtek el fognak szaporodni, és ez okoz rákos daganatot. Így működik a rák. Ez egy rendkívül bonyolult dolog. Ez egy rendkívül bonyolult folyamat. És erre azt mondani, hogy hát, ezt az aszpartám okozza.
Illetve, hogy az aszpartam ilyet okoz, mert jó, tehát itt nem az történik, hogy azt mondják, hogy csak az aszpartam okoz rákot, hanem az, hogy ez is rákkeltő. Jó, akkor mostantól tétsuk be a levegőt, tétsuk be az ivóvizet, mert az is az, tök mindegy, hogy mennyire szűrik meg, az is az. Nézzétek már meg ezeket a csöveket, amik a házakban vannak. Most őszintén, legyünk már őszinték, mindent tiltsunk be, ne ígyunk, ne együnk, sőt, napfényre sem menjél, mert az is rákkeltő. És ez nem vicc. Sőt, az rákkeltő igazán. Olyan bőrrákot kapsz, mint a húzat. Vannak ilyen anyajegyek, meg szemölcsök rajtam is. Olyan rákos lesz, mint a húzat, ha sokat vagyok napon. Na akkor... És betiltják, betiltani szándékozzák az aszpartamot. Csupán, egyébként a ciklomátok már, amik szintén mesterséges édesítőszerek, azok már az USA-ban be vannak tiltva, tehát azért mondom, hogy ott már a stevia-val készül a kóla is, tehát ott már stevia-s kólát nyomatnak, és akkor így az USA, tehát vagy a különböző nagy kólagyártók, azok ide tudják nyomni az aszpartamos kóláikat, mert itt meg ugye működik a dolog. Ugye az olcsó kólát, tehát ezt kell felfogni, hogy az olcsó. Tehát a stevia-s úgy meg fog ugrani, annyiba fog kerülni a kóla, hogyha itt is betiltja az EU betiltja ugye az aszpartamot, hogy valami eszméletlen. Tehát annyira meg fog minden, hogy át kell térni, mert tényleg nem nagyon marad más, tehát ugye lassan az összes eljut oda, ugye mondom, a ciklomátok már elvebben vannak tiltva az USA-ban, illetve a ciklomát már elvebben van tiltva, és már lassan nem marad mesterséges édesítő, amivel lehetne dolgozni a gyártóknak, és a természetesekhez kell fordulni, az környezetvédelmi okokból sem túl jó, meg egyébként sem a pénztárcánkra is majd nem lesz túlságosan kímélő hatással. No, elmondtam, hogy mit tudom én, hány éve iszok kólát. Elmondtam, ugye? Aszpartam, mégis itt vagyok, semmiféle rákos megbetegedésem nincs. Hála a jó égnek, minden faszom, minden jó. Legalábbis ezen a téren. Tehát olyan nincs, amit rá lehetne fogni az aszpartámra, pedig több tíz éve eszem, iszom az aszpartámot. No. Hadd mutassam meg, hogy milyen édesítőt használok. Ez az édeske nevezetű édesítő. Ez a legelterjedtebb. Ez ugye van ilyen folyékony formában is, és van tabletta formában is, ismerik. És ez egy tabletta, hát csak a formája tabletta persze. Tehát nem arról van szó, hogy gyógyhatású készítmény lenne. Tehát úgyis el van készítve. Rohadt sokan ezt használják. Évtizedek óta. Ez Magyarországon egy nagyon elterjedt ez az édeske. Amit látjátok, literszám fogyasztom. Tehát gyakorlatilag itt olyan nagyba megy, hogy valami brutális, mert nagyon, az íze nekem, számomra az íze tökéletes. Tehát teljesen, ugye nagyon sokak azért ózkodnak az édesítőtől, mert amúgy nincs olyan bajuk, hogy rákkeltő megjelenek, csak egyszerűen nem tetszik nekik az íze, egyszerűen érzik, hogy, tehát ugye annyira megvan szokva nekik a cukoríz, hogy nem tudnak átállni erre az édesítős ízre, és ezért aztán az van, hogy nem is hajlandóak ezt fogyasztani, mert azt mondják, hogy ez nem jó a kávé, nem jó a tea, érzem benne az édesítőt. Na most nekem ez nincs. Nekem kezdetektől ennek az íze volt a legjobb. Na most, kapaszkodjatok meg, ez kétféle édesítőt tartalmaz, itt van, hogy mi van benne, ciklamátot és szaharint. Mindkettő mesterséges édesítő, és ezt teszem, ezt iszom évtizedek óta. Tehát amióta cukrot nem használok, nem is emlékszem, hogy mikor tettem így a cukrot. Mert ugye nálam egyébként ez egy folyamat volt, tehát azt ne gondoljátok, hogy én a ketogén diéta óta nem használok cukrot, nem. Én ezt már akkor is mondtam nektek, hogy mi már olajjal főzünk, meg nem teszünk cukrot, meg ilyenek, meg sőt, már olaj helyett is, már ezért is próbálgattuk a kókusztej, vagy a kókusz nem tej, na, kókuszsír, vagy olaj, ki hogy hívja, stb. Tehát, itt minden ilyen volt már előtte egy 10 évvel, tehát ez nem azóta történik. Tehát én cukrot már nem is tudom, mióta nem használok. Szerintem gyerekkorom óta. Hát mióta itt élünk, biztosan nem, de hát az csak egy 15 év körülbelül, de előtte sem már, mondom, tehát én már vidéken sem, nem is egy 10 éve. Tehát így az is egy ilyen 20-25 éve biztos nem használok cukrot.
Tehát azóta úgy vagyok vele, hogy letettem a cukrot, kész. Hát persze, azért emlékszem, most jut eszembe, mert ezt egy bizonyos áruházba vásároltuk, már tudom az édesítőt, és ezt már vidéken is vettük, ezt nem itt vettük vidéken is, már jó pár évvel azelőtt vettük, mielőtt ide költöztünk volna, és ott is ebben az áruházban vettük, pedig ott 60 km el kellett érte utazni. Mindegy, hosszú a történet. De szóval a lényeg az, hogy ez már, tehát ez egy 20 év, na, átlagoljunk, 20 év. Tehát körülbelül 20 éve már ez megy. Megint hadd tegyem fel a kérdést annak, aki még mindig szkeptikus, még mindig nem hiszi el. Én értem, hogy nem egy forma a szervezetünk. Na de azt hadd kérdezzem már meg, hogy ti szerintetek, az én szervezetem az valami különleges Superman szervezet? Tehát senki másnak nincs ilyen? A Földön, hát nyilvánvalóan nem így van, tehát nyilvánvalóan azért vagyunk még így jó néhányan, pár millióan, pár tízmillióan, pár százmillióan, akiknek hasonló a szervezete, tehát tűrőképesség, stb. Immunrendszer, stb. Ugye az immunrendszer a legfontosabb a rákos történetben, ugye már. És érdekes módon semmi probléma nincsen, pedig már itt-ott 50 éves leszek, meg egy év van körülbelül hátra. No, tehát akkor hogy is van ez? Tehát nem lehet azt mondani, hogy mit tudom én, jó, még 20 éves vagy, meg jó, még csak 30 éves ahhoz, de majd, ha 50 éves leszel, majd akkor kijön. Lehet. Lehet, hogy 50, de akkor sem fogom tudni azt mondani. Gondolkodjatok már egy picit. Van élő ember a Földön, aki azt tudja mondani, hogy hú, igen, mert ez az aszpartam miatt volt, meg azért, mert még nem tiltották be a izét, akkor még a ciklomátot, meg a szaharin még akkor nem tiltották be, meg engedélyez volt. A sok hülye, a WHO miatt van, a WHO nem tiltotta be. Menjek el ezt hülyének lenni? Most komolyan. Tehát tétezzük, hogy rákos leszek mondjuk 10 év múlva, mondjuk 60-65 éves koromban mondjuk rákos leszek. Egyébként, ja, hozzáteszem, hogy mindezt úgy, hogy az egész családom az volt. Tehát én abszolút, tehát genetikailag ki vagyok téve, tehát hajlam abszolút benne van, most szólok. Tehát nem csak cukorbetegek voltak tömkérhívet családom, hanem rákos beteg annyi volt, mint a nyű. Jó? Tehát azért ezt azért tudni kell. Az összes nagyszülöm gyakorlatilag, egyet kivéve. Tehát rákos volt. Tehát azért ezt hadd szögezzem le, jó? Tehát nem arról van szó, hogy én genetikailag védett vagyok, mert akkor azt mondom, hát senki nem védett, de hogy nincs meg bennem a hajlam, tehát valószínűleg nem leszek rákos. Nem, ez abszolút benne van a pakliban állam. Mint ahogy a cukorbetegség el is jött, ugye be? Ugye be? Milyen érdekes, hogy az meg volt, méghozzá nagyon hamar. Tehát azért 40x éves koromban, gyereke, hát azért ez nagyon hamar van. Ugye? Ugye milyen érdekes, hogy az viszont eljött. Most, hogyha annyira idióta lennék, hogy ennek ellenére fogyasztottam volna a cukrot, elmentem volna orvoshoz, nyomnám magamba az inzulint, és tovább fogyasztanám a szédeltet meg a cukrot, és akkor viszont nem és akkor azt mondom, hogy aszpartámot, nem meg ciklomárt, meg szarri, menjen tőlem a picsába, nem, akkor már gyerekek, odaig el tudok menni, hogy valószínűleg nem élnék, de a minimum az, hogy már nem látnék, vagy le lenne vágva kezem lába. Érthető ez? Nem mondom azt, hogy nem jutok el valahová, vagy valamikor majd oda, de mindent megteszek annak érdekében, hogy ne így legyen, és nem dőlök be az ilyen fasságoknak, hogy az aszpartam, már pedig most érdekes módon már rákkeltő. Tehát, értitek? De még nem az. Tehát megint vigyázzunk, majd figyeljétek meg, hogy lesz-e arról hír, következő hír, hogy már pedig annak is minősítette hivatalosan. Mert ilyenkor szokott az lenni, hogy megérkezik a kenci pénzike, ugyebár, nekik, és akkor utána elsikkadni hagyják az egészet. Semmilyen hír nincsen róla, ha újságíró érdeklődne és lerázzák a picsába. Kész. Nem döntöttünk még, nem izőtött. Jó? Tehát ez majd figyeljetek oda erre. Csak ezt akarom kérni. Jó? Tehát azért mondom, hogy egyet jegyezzetek meg, a cukor rohadt nagy méreg. A cukrot kerüljétek, mint a tüzet. Ne fogyasszatok semmit, amit cukros. Semmit. Egyáltalán semmit. Ezzel teszitek a legjobbat magatoknak. Nyilván van a legjobb az, hogyha édesítőt sem fogyasztasz, hanem lemondasz az édes ízről, csak én meg úgy vagyok vele, tehát az én életemben az édes íznek helye van, mint olyannak, ami jobbá teszi az életemet. Ez az én problémám, ezt nem kell követni, meg nem szabad követni. Én azt mondom, hogyha jót akarsz magadnak, akkor mondj le az édes ízről, mondj le arról, ami cukros, kivéve a gyümölcsök, ugye, de azt is csak módjával. Tehát gyümölcsöket is én azt mondom, ugye az gyümölcscukor másképp szívódik föl, nem okoz problémát, glikémiás indexnek nézzetek utána, ezt milliószor elmondom az ilyen videóimban.
nem okoz problémát, másképp szívódik föl, az egy természetes dolog, tök jó fel tudja dolgozni a szervezeted, nincs vele különösebb probléma, de ne zabáld a gyümölcsöt. Tehát az, hogy naponta egy alma, meg mit tudom én, akár egy körtét is mellé megetsz, vagy ilyesmi, vagy egy valamennyi eper, vagy tehát egy, mit tudom én, valamennyi eper, de nem tejszínhabbal, nem is light tejszínhabbal, bárha nagyon tejszínhabozni akarsz, akkor csak light tejszínhabbal, amiben nincsen cukor. Érted? Tehát ezekre kellene odafigyelni. Azért mondom el, meg azért csinálok több ilyen videót, srácok, mert az én gyerekkoromban, ha lettek volna, én ugye a 80-as években gyerekeskedtem, hát akkoriban Magyarországon ilyen haladó gondolatok egyáltalán nem. Tehát az USA-ban már igen, tehát azért valamilyen szinten megjelentek 80-as, 90-as években, de ott is ilyen csodamadaraknak néztek ezeket az embereket, akik ilyenekről beszéltek, vagy egyáltalán nyilvánosság elé mertek állni ilyesmivel, vagy akár a társaságukban elmondtak ilyen dolgokat, hogy nem így kéne élni, meg nem kéne zabálni a cukrot, mert az a probléma, meg a szénhidrát a probléma. Jó, tehát azért mondom, hogy akkoriban itt nekem esélyem nem volt, de ha valaki elmondta volna, legalább elkezdődik valami az életemben, ami egy olyan vonal, amit azért hallok, tehát borzasztóan fontos, hogy a fiatalok hallják ezt, tehát halljanak ilyet is, mert hogyha nem is hallják, akkor esélyük sincs arra, hogy megmentsék a saját életüket, de hogyha legalább hallják, még hogyha nem is fogadják rögtön meg, de legalább tudják, hogy az a vonal is létezik, tehát úgy is lehet élni az életet, És akkor lehetséges, hogy belegondolnak, és akkor lehetséges, hogy majd az életük későbbi szakaszában visszagondolnak erre, vagy amikor előjönnek a problémák, akkor gondolnak erre, hogy hoppá, erről beszélt annak idején valaki, nézzünk már utána a ketogénnak, nézzünk már utána, hogy mi okozza a valódi problémát, hogy nem azok a diéták jók, amik a hús megvonás, meg a zsír megvonás, meg ilyen fasságokat hirdetnek, és akkor zabáld a szénhidrátot, ekkora ökör diéták a gyerekek, és simán csinálják, hogy csak list tegyél, meg ilyen hülyeségek. Gyerekek, a legnagyobb probléma a szénhidrát bevitellával. Tehát azt le kell csökkenteni gyakorlatilag nullára, és az a helyes út. Ez az igaz út. Jó, tehát ezt valahogy így kellene csinálni. És a cukrot azt pedig teljesen elengedni az életedből. De teljesen. Szevasztok!